irányítását személyesen, szakirányítását a közigazgatási államtitkár útján, vezetését pedig a Honvéd vezérkar főnöke útján látja el. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat átalakítja a megyei védelmi bizottságok vezetését. A kormány fontos célkitűzése a közigazgatás korszerűsítése érdekében az állami és az önkormányzati feladatok egyértelmű, világos szétválasztása. Jelenleg a megyei védelmi bizottságokat a megyei közgyűlés elnöke vezeti, és tagja a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének vezetője, a kormány megbízott. A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy e vezetési rend mellett nem elég hatékony az állami fellépés, nem biztosított a hatáskörök és felelősségi területek egyértelmű meghatározása. A javaslat ezért a kormány megbízottat teszi meg a megyei védelmi bizottság elnökévé, és a megyei közgyűlés elnöke tag lenne abban már, mint a védelmi bizottságban. A megyei védelmi bizottságokban szükséges a szakmaiság, a szakmai elem megerősítése. Ezért a javaslat bevezeti az elnök helyettesi rendszert, mégpedig úgy, hogy a honvédelmi feladatok tekintetében tényleges állományú katona, a katasztrófák elleni védekezés tekintetében pedig a hivatásos katasztrófa védelmi szerv területi szervének vezetője lássa el az elnök helyettes feladatait. A honvédelem össznemzeti ügy, ennek megfelelően a honvédelmi feladatok végrehajtásában a rendvédelmi szerveknek, a többi állami szervnek és a gazdálkodó szervezeteknek is részt kell venniük. A javaslat természetesen ezért meghatározza e szervek honvédelmi feladatait is. Tisztelt Országgyűlés! A honvédség feladatai a javaslat szerint a hatályos honvédelmi törvényhez képest két új területtel bővülnek. A harmadikat, ami vita tárgyát fogja képezni, úgy tűnik a benyújtott módosító indítványokból a Szent Korona és hozzátartozó egyes nemzeti kincseink őrzése és védelme, nem ez a törvény hozza be, hanem a decemberben elfogadott módosítás. Mindig öröm, amikor látom honvédeinket a Szent Korona mellett Sudáron, méltóság teljesen, ahogy őrzik a nemzet szuverenitását, függetlenségét megtestesítő legszentebb berekét, ugyanúgy, ahogy az ország egészét is őrzik. Természetesen fegyveresen látják el ezt a szolgálatot, mert a fegyver nélküli katonát azt úgy hívják, hogy hadifogoly. Nyilvánvalóan csak fegyveres őrzés képzelhető el a nemzet legdrágább kincsei tekintetében. Nos, ahogy tehát mondtam, ez a törvényjavaslat két új feladatot, két új területet határoz meg, mindkettő fegyverhasználat nélküli feladat, ebben az esetben viszont. Az első a fegyveres összeütközések során elesett hősök sírjainak, emlékhelyeinek, emlékműveinek fenntartása, emlékük ápolása, amely általános humanitárius kötelesség is, és ebben a jövőben, immár a törvény kötelező parancsa folytán a honvédségnek is közre kell működnie. No persze a Magyar Honvédség, a honvédelmi kormányzat eddig is kiemelt feladatnak tekintette hőseink sírjainak gondozását és emlékük megőrzését, ezért hoztuk létre a kormányváltást követően a minisztérium közvetlen alárendeltségében a hadisírgondozó és társadalmi kapcsolatok hivatalunkat. Nos, a másik új feladat az pedig a közmunkaprogramokkal függ össze. A munkanélküliség csökkentése érdekében az állami közfoglalkoztatás alapvető érdekünk, amelynek a honvédségnek is kötelessége hozzájárulni azzal, hogy a tevékenység végrehajtásának irányításában közreműködik. Ennek részleteit a szükséghez és a lehetőséghez képest kell majd meghatározni. Most tehát a felhatalmazás történik meg, amelynek megfelelően a honvédség a jövőben tehát érdemben járul hozzá az ország újjáépítéséhez. Az ellenzéki bírálók szerint ez helytelen, ezt tapasztalhattuk a bizottsági ülésen. Az én értékelésem szerint ugyanakkor éppen az lenne a pazarlás, hogyha a racionális feladatkoordinálásra ismeretekkel rendelkező állomány ki lenne zárva az ország újjáépítésének feladatából,
amelyhez hasonló tapasztalatokat viszont a békemissziós tevékenység során az ellenzék által is elismert és sokszor dicsért módon már megszerzett. Engedjék meg, hogy ilyen egyszerűen tegyen fel a kérdést a bírálóknak. Amit Afganisztán népeiért 2006 óta megtesznek honvédeink. Hogy tudnilik óvodát, iskolát, hidat és utat építenek, kutat fúrnak és így tovább, azt idehaza Magyarországon nem tehetik meg? Afganisztánban tartományi újjáépítési csoportunk eleddig 7 iskolát és 5 klinikát épített fel. 48 iskolát újított fel, 23 klinikát bővített. 62 ivóvízellátási projektet, 48 árvízvédelmi projektet hajtott végre, és 40 kilométer utat újított fel. Az idei évben majdnem 80 millió forint magyar állami költségvetésből származó pénzösszeg felhasználásával egy lányiskolát fogunk felépíteni, egy hidat fogunk felépíteni Afganisztánban, és egy kormányzati épületet a tartományi kormányzó alárendeltségébe tartozó szervezeteknek. Tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, őszintén mondom, nem értem a kifogásokat, hát Afganisztánt szabad építenünk, a magyar hazát meg nem. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat tartalmazza a honvédség szervezeti felépítésének alapvető szabályait. Rögzíti, hogy a honvédség szervezetébe a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és a honvédség hadrendje szerinti szervezetek tartoznak. Kimondja azt, hogy a katonai felsőoktatást folytató intézménnyel előkészítői vagy hallgatói jogviszonyban állók a Ludovika zászlói állományába tartoznak, amely a honvéd vezérkar főnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezet. A javaslat rögzíti azon garanciális szabályokat, amelyek alapján a honvédség szervezetei egyébként létrehozhatóak és megszüntethetőek. Javaslatot teszünk a katonai ügyészi szervezet jogállásának rendezésére. A katonai ügyészségek jelenleg az egységes ügyészi szervezet részei, ugyanakkor azonban a végrehajtó hatalomhoz tartozó honvédség szervezeti keretébe is beletartoznak. A január 1-től hatályos új alaptörvényünk 29. cikke alapján azonban az ügyészség önálló alkotmányos szerv, amely nem tartozik a végrehajtó hatalom keretébe, ezért január 1-től az alaptörvénybe ütközne, és ütközne nem változtatnak meg ezt a helyzetet, a katonai ügyészi szervezetnek a honvédség szervezeti keretében történő elhelyezése. Tisztelt Országgyűlés! Az alaptörvény 31. cikk második bekezdése szerint Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn. E rendelkezés az állam kötelességévé teszi az önkéntes tartalékos rendszer folyamatos korszerűsítését, fejlesztését. Szükséges a társadalom minél szélesebb körének bevonása a honvédelmi feladatokba. A javaslat ennek érdekében meghatározza az önkéntes tartalékos állományra vonatkozó legfontosabb szabályokat. Tisztelt képviselőtársaim, az előttünk fekvő törvényjavaslat szabályozza a katonai jelképek és jelzések fajtáit. Ezekkel kapcsolatban az elmúlt években gyakran tapasztalhattuk, hogy a honvédséghez nem tartozó személyek arra való jogosultság nélkül katonai egyenruhát és katonai rendfokozati jelzést viseltek. A katonai rendfokozati jelzés és a katonai egyenruha jogosulatlan viselése veszélyezteti a honvédség működésébe vetett közbizalmat azáltal, hogy megtéveszti az állampolgárokat. Továbbá ezek a személyek gyakran veszélyeztetik a honvédség tekintélyét is. Ezért a javaslat kimondja, hogy katonai egyenruhát a honvédség tényleges állományának tagjai viselnek. Az önkéntes tartalékos részére a rendelkezésre állás időszakában engedélyezhető az egyenruha viselése, a honvédség nyugállományú tagjai pedig külön törvény szerint viselhetnek egyenruhát. Engedélyezhető továbbá a rendvédelmi szervek tagjai számára az egyenruha viselése, ha a honvédség érdekében végeznek tevékenységet. Erre békefenntartó missziók keretében kerülhet sor, például manapság a gyakorlatban így van ez a sínai félszigeten szolgáló katonák, illetve rendőrök tekintetében. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat gyakorlatilag fenntartja a hatályos minősített időszaki szabályozást kis módosítása, azonban azt az alaptörvény felépítésével összhangban szerkezetileg egy fejezetbe sűríti.
A javaslat ugyanakkor nem tartalmazza a veszélyhelyzetben bevezethető rendkívüli intézkedések körét, amelyeket a jövőben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve törvény fog tartalmazni. Tisztelt Országgyűlés, javaslatunk a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében értelmező rendelkezéseket tartalmaz. Ezek közül kiemelést érdemel, hogy meghatározza a szakirányítás fogalmát, amely nélkülözhetetlen lépés a jogbiztonság érdekében. A szakirányítás az arra jogosult tevékenysége a honvédség alaprendeltetés szerinti működésének biztosítására a szolgálati előjárói jogkörtől függetlenül. Egyértelművé teszi továbbá javaslatunk a rendvédelmi szervek fogalmát. E szervek körébe tartoznak a rendőrség, a büntetésvégrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! A honvédelem ügye nemzeti ügy, hiszen mindannyian érintettek vagyunk benne. Így van ez akkor is, ha most a béke idején ezt sokan nem tartják elsőrendűen fontos dolognak. Az elmúlt esztendő rendkívüli eseményei, az árvizek és a kolontári katasztrófa újólag figyelmeztettek, mindig készen kell állnunk mindenre. Itt és most ismételten megköszönöm a Magyar Honvédség minden tagjának, minden katonájának, elöljáróknak és alárendelteknek azt a hősies, önfeláldozó helytállást, amelyet az elmúlt esztendő imént említett nagy természeti és ipari katasztrófáiban tanúsítottak. Tisztelt Országgyűlés, minden nemzet életében azok a pillanatok a legnehezebbek, amikor egymásra utalva kell helytállnunk a létünkre, szabadságunkra, nemzeti és magánjavainkra leselkedő veszélyekkel szemben. Különösen igaz ez, ha ezt fegyverrel a kézben kell tennünk. Deák Ferenc így figyelmeztet bennünket. Ebben a házban mondta az alábbi szavakat. Az ostromállapot szomorú kényszerűség. Isten mentse meg a hazát, hogy rá szükség legyen. De az ostromállapotnál még súlyosabb állapot az, ha nincs törvény, amely azt szabályozza, és ha ostromállapoti törvény helyett önkény lép sorompóba. Tisztelt képviselőtársaim! A feladatunk az, hogy egy olyan honvédelmi törvényt alkossunk meg, amely minden tekintetben kiállja a békebeli, és az Isten ne adja a háborús idők valamennyi próbáját. Olyan törvényt alkossunk, amely biztosítja egy demokratikus nemzet túlélését minden rendkívüli helyzetben, amennyire ezt egy törvény egyáltalán biztosítani tudja. Olyan törvényt kell alkotnunk, amely hatékony eszköz lehet a nemzet kezében, ha a legfontosabbakért kell küzdenie. Olyan törvény tehát, amely nem megköti, de sokkal inkább megacélozza ezt a kezet, a nemzet kezét. Rendkívül fontos, hogy ebben a kérdésben a szakmai szempontokat előtérbe helyező, méltó és tartalmas vita végén a lehető legnagyobb konszenzussal hozzuk meg az új honvédelmi törvényt. A feladat nagyságához és jelentőségéhez illő volt az eddig elvégzett előkészítő munka is, és a bizottságokban eddig lefolytatott vita is. Köszönet értem mindenkinek, a törvényjavaslatot előkészítő munkatársaimnak, az Országgyűlés munkatársainak, a parlamenti képviselőknek, akik tartalmas vitát folytattak a bizottságokban. Meg kell mondanom, mint olyan kodifikátor, jogász ember, aki 1993-ban részt vettem a rendszerváltozás utáni első törvény kidolgozásában és a parlamenti végigvitelében, akkor több száz módosító indítvány került benyújtásra a képviselők részéről. Ma hát a ülés megkezdéséig ugye még végleges számot nem tudunk, de ha jól számoltam, a 200-at sem érte el a módosító indítványoknak a száma. Ez bizony arra utal, tisztelt Országgyűlés, hogy igen magas szakmai színvonalú törvényt sikerült, nyilván a több évtizedes jó gyakorlatra is alapozva, és azt a konszenzust lehetőség szerint továbbvíve, amely az elmúlt időszak honvédelmi törvénykezését jellemezte. Külön is megköszönve tehát a T3478 számú
javaslathoz fűzött eddigi észrevételeiket, azt kérem, hogy az alaptörvény végrehajtása szempontjából meghatározó jelentőségű sarkalatos törvényjavaslat elfogadását javaslataikkal és támogató szavazataikkal elősegíteni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm miniszter úr expozéját, és most a Honvédelmi Bizottsági Álláspont és az ott megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor 5-5 perces időkeretben. Megadom a szót Tóth Gábornak, a bizottság előadójának. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt országgyűlés. Szeretném megjegyezni, hogy a többségi véleményt fogom elmondani. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága 2011. június 11-e ülésén megvitatta a honvédelemről és a magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló Téper 3478-as számú törvényjavaslatot, és az 17 igen és 2 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak tartotta. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság többségi álláspontja szerint a törvényjavaslata szükség van, hiszen a jelenlegi honvédségi törvény hatályba lépése óta biztonsági környezetünk változott, a társadalmi viszonyokban átalakulások történtek, ami a honvédségre is jelentős hatással voltak. Ezen változásokat figyelembe véve ez évben megszületett Magyarország alaptörvénye, amely tartalmazza a magyar honvédségre vonatkozó fő szabályokat is. A most tárgyalandó javaslat célja az előbb említett alaptörvénnyel történő összhang megteremtése és a 2004 óta történt tartalmilag és jelentős változások rögzítése. Úgy vélem, a javaslat fő üzenetével minden képviselőtársam egyetért. Minden magyar állampolgár alapvető és szent kötelessége a haza védelme. De a javaslat lehetőséget ad arra, hogy aki lelkiismereti meggyőződése miatt nem akar fegyvert fogni, az más módon tegyen szolgálatot a hazának. A javaslattól összességében elmondható, hogy a honvédség működésével kapcsolatos minden lényeges elemet tartalmazza a kor és a hazánkat érő kihívásokkal összhangban. Ahogyan dr. Hente Csaba miniszter úr is elmondta a június 11-i bizottsági ülésen, az előterjesztés nem jelenti a sorkatonaság visszaállítását, a hadkötelezettség kizárólag rendkívüli állapotban vagy megelőző védelmi helyzetben léphet életbe az országgyűlés döntése alapján. Tisztelt képviselőtársaim! Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának többségi vélemény alapján az előterjesztés általános vitára alkalmasnak tartjuk, és javasoljuk a tisztelt háznak annak elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Megadom a szót Iváncsik Imrének, aki a kisebbségi véleményt ismerteti. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház, mint ahogy többször szóba került már a mai napon, kisebbségi vélemény is megfogalmazódott a bizottság ülésen. A kisebbségi vélemény képviselőinek az a meggyőződésük, hogy a hatályban lévő törvény, amelyet egyébként 2004-ben előzetes, gondos egyeztetést követően nagy politikai konszenzus egyetértéssel hagyott jóvá a ház, az megfelelően szabályozza a honvédelem irányításával és a honvédség működésével kapcsolatos kérdéseket. Nem véletlenül emeltem föl a hangom, és hangsúlyoztam, hogy gondos egyeztetéssel, mert erősen hiányoljuk azt, hogy ezúttal erre nem tett kísérletet a honvédelmi vezetés. A most benyújtott javaslatban, amit értékesnek, támogathatónak tartunk, azt, mint ahogy a miniszter úr is utalt rá, a hatályos szabályozásból emelte át a javaslattevő. Ami azonban ettől eltér, ami változás, az a megítélésünk szerint vagy visszalépés, vagy felesleges, vagy hibás, ezért nem támogatható. Mondok néhány példát arra, hogy milyen kifogásaink vannak a benyújtott törvénnyel kapcsolatban. Az országgyűlés irányítási jogkörei közül kikerül a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztése irányainak meghatározása. Úgy gondoljuk, hogy ez helytelen, helyes volt viszont az, és egy fontos jogosítvány, hogy ezt korábban az országgyűlés megtehette.
Nem értünk egyet azzal, hogy a javaslat szűkíti az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottság és a köztársasági elnök felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét a mindenkori honvédelmi vezetésnek. Miniszter úr is szólt róla, függetlenül attól, hogy ez milyen korábbi döntésekből következik, továbbra is határozottan ellenezzük a koronázási ékszerek és a Sándor Palota őrzésében való részvételt, hiszen ez egy olyan rendészeti feladat, amelyet más szervezet is el tud végezni, nem feltétlenül a honvédségnek kell, hogy legyen ez a dolga. A közmunkaprogram védelmében, miniszter úr hosszan beszélt, a közmunkaprogram végrehajtásában való közreműködéssel az alapvető problémánk az, hogy ez, azt hiszem mindannyian egyetértünk vele, semmilyen új képességet nem hoz létre, és az a meggyőződésünk, hogy az egyébként is szűkös forrásokat az érdemi védelmi képességek javítására kellene fordítani, és nem a közmunkaprogram végrehajtására. Kikerül a javaslat szerint a feladatok közül a nemzetközi terrorizmus elleni harc és a befogadó nemzeti támogatás, független attól, hogy ez nincs a javaslatban nyilván feladata lesz a Magyar Honvédségnek, a ráeső feladatok ellátása ezért jobb volna, hogyha benne lenne. Nem tesz említést a NATO-tagságról és a szövetségi kötelezettségekről. A bevezetőben egy nagyon homályos a nemzetközi kötelezettség, a szövetségre utaló egy olyan általános megfogalmazás van, ami nem elég konkrét a feladat nagyságához képest. Nagyon erős kifejtést és indoklást igényelne a javaslattevő részéről az a ma vagy félreérthető, vagy nem jól érthető, vagy lehet, hogy nagyon is jól érthető kitétel, hogy a szükségállapot idején a kirendelt erők nem a saját parancsnokaik vezetésével, hanem az állományból kijelölt parancsnokok vezetésével látják el a feladataikat. Jó lenne a vitában hallani arról, hogy hogyan gondolják azt, hogy más parancsnokok készítik fel az állományt, és mások, akik feladatteljesítés idején vezetik az állományt. Hiányoljuk a rokkantak mentesítését a honvédelmi munkakötelezettség alól, és nem értünk egyet azzal a központosító törekvéssel, hogy a megyei védelmi bizottságok elnökei a jövőben nem a közgyűlések elnökei lennének. Hiányoljuk a tervezetből a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állományára vonatkozó korrekt, precíz szabályozást, és nem értünk egyet a polgári szolgálat lehetőségének a megszüntetésével, ezt emberi jogi szempontból egy visszalépésnek tekintjük. Mindezek alapján általános vitára nem tartjuk alkalmasnak a tervezetet. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólásokra kerül sor 30-30 perces időkeretben, ezek közben 2 perces felszólásokra nincs lehetőség. Megadom a szót elsőként Ág Péternek, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A jelenleg a tisztelt ház előtt fekvő a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat egy olyan átfogó jogi szabályozás, amely a jelenleg hatályos honvédségi törvényhez képest számos lényegi változást tartalmaz. Előzményként fontos megemlítenünk, hogy biztonságpolitikai környezetünk és hazánk társadalmi viszonyai az elmúlt 2 évtized során jelentős változáson ment keresztül. Mindezek hatására és következményeképpen született meg Magyarország új alaptörvénye, amely mellett számos kérdésben sarkalatos törvények megalkotása vált szükségszerűvé. A most tárgyalandó törvényjavaslat is ebbe a sorba illeszthető, amely az élet egy nagyon fontos területét a honvédelmet érintő kérdésben hoz újszerű és jövőben mutató szabályozást. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat már terjedelmi és alaki tulajdonságainál fogva is az átláthatóság elvének kíván eleget tenni azáltal, hogy a jelenleg 210 szakaszból álló honvédségi törvényt 85 paragrafusra csökkenti. Az előterjesztés tartalmi lényegéről szólva talán a legfontosabb dolog azt kihangsúlyoznunk, hogy a törvényjavaslat nem kívánja békeidőszakban visszaállítani a sorkatonai szolgálatot, amely mellett leszögezi, hogy minden magyar állampolgár alapvető kötelessége a hazavédelme.
A hadkötelezettségről a javaslatban abban az összefüggésben van szó, hogy az országgyűlés döntésétől függően csak rendkívüli állapot esetében, vagy megelőző védelmi helyzetben lenne csak alkalmazható. A javaslat lehetővé tenné továbbá többek közt azt is, hogy akinek lelkiismereti meggyőződésével ellentétes a fegyveres katonai szolgálat teljesítése, az fegyver nélküli katonai szolgálat útján tegyen eleget a haza iránti kötelezettségének. Itt fontos megjegyeznünk, hogy a módosítás szerint a polgári szolgálat elnevezés megszűnne, és helyette az előbb említett fegyver nélküli szolgálat lépne érvénybe. A kettő között lényegi különbség az, hogy a fegyver nélküli szolgálat esetén az állampolgár a katonai szervezetek fegyveres tevékenységét nem igénylő beosztásaiban és egyenruhában teljesítene szolgálatot, amely azt gondolom sokkal közelebb esik a honvédelmi kötelezettségvállalás eredeti célkitűzéseihez. Tovább haladva, a javaslat lényegi elemeinek felsorolásában megállapíthatjuk, hogy annak fontos részét képezik a megyei védelmi bizottságok vezetésével kapcsolatos változtatások. A hatályos jogszabály értelmében a megyei védelmi bizottságok vezetője a megyei közgyűlés elnöke, aki, mint tudjuk, választott tisztségviselő. A kormány kiemelt célkitűzése ugyanakkor, hogy a közigazgatás korszerűsítése érdekében az állami és önkormányzati feladatok jól elhatárolható módon kerüljenek szétválasztásra. A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor azt bizonyítják, hogy a jelenlegi vezetői irányítási mechanizmus mellett az állami fellépés rendszere nem eléggé hatékony. Mindezek alapján a javaslat a védelmi igazgatás működése érdekében úgy szól, hogy a bizottságok hatáskörét minősített helyzetben és honvédelmi ügyekben a kormány megbízott gyakorolja. A javaslat mindemellett az elnökhelyettesi rendszer bevezetése révén tovább erősítené a megyei védelmi bizottságokban a szakmai jelenlétet. Ez érdemben azt jelenteni, hogy a honvédelmi feladatok tekintetében egy tényleges állományú katona, a katasztrófák elleni védekezés vonatkozásában pedig a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vezetője lenne a bizottság elnökhelyettese. A megyei védelmi bizottságok szakmai felkészültsége ezáltal 100%-osan biztosítottá válna. Lényeges megjegyeznünk továbbá, hogy a módosítás a honvédség feladatait a jelenlegi honvédségi törvényhez képest két területtel egészítené ki. Egyrészt a hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában és a kegyeleti tevékenységben való közreműködést is magában foglalná. E kiegészítés részét képezné a fegyveres összeütközések során elesett hősök sírjainak, emlékműveinek és emlékhelyeinek fenntartása, amely megítélésem szerint nemzeti és humanitárius kötelezettségünk is egyben. E feladatok sorát gazdagítja a Szent Korona őrzése is. A másik új feladatkör kiegészítés a honvédség állami közfoglalkoztatásban való részvétele, azaz a munkanélküliség csökkentésében történő aktív szerepvállalás. A megvalósítandó célok tekintetében úgy gondolom, hogy a javaslat ezer része legkevésbé sem szorul magyarázatra, mint hogy Magyarország jövőjének alakítása tekintetében a kérdés, és az abban való valamennyi állami szerv, illetve szervezet részvétele kézenfekvő szükségszerűség. Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztés a katonai jelképek és jelzések esetében a jelenleginél pontosabb, szigorúbb és átláthatóbb szabályozást jelent. A módosítás védelmet biztosít az egyenruhák és rendfokozatok számára. Az elmúlt évek során számos esetben volt tapasztalható, hogy a honvédséghez nem tartozó személyek katonai egyenruhát és rendfokozatot viseltek. Az ilyen típusú jogosulatlan viselés megtévesztheti az állampolgárokat, melynek révén a honvédség működésébe vetett közbizalom megrendülhet, és a honvédség tekintélye is veszélybe kerülhet. A javaslat megakadályozna az egyenruhák és rendfokozatok jogosulatlan használatát, hiszen kimondja, hogy katonai egyenruhát csak a honvédség tényleges állományának tagjai, a rendvédelmi szervek állománya, valamint a két szerv nyugállományú tagja viselhet. Összességében elmondható, hogy a TPER 3478-as számú törvényjavaslat legfőbb üzenete, hogy minden állampolgár alapvető kötelessége a hazavédelme. A javaslat mind a négy fejezete eleget tesz az alaptörvény által támasztott követelményeknek, és a jelenlegi honvédségi törvény rendszerének fenntartható elemeit
maximális pontossággal alakítja át és egészíti ki a szükséges szabályozókkal. Mindezek után kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák a törvényjavaslatot, mely Magyarország felemelkedése és erkölcsi megszilárdítása szempontjából rendkívül fontos előrelépésnek tekinthető. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Juhász Ferenc, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónoka. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink! Nagy figyelemmel hallgattam végig Hende Csaba miniszter úr expozéját, az imént Ák Péter vezérszónok úr véleményét és álláspontját, amelynek tetszik, nem tetszik az a konklúziója, hogy az elmúlt